A Miskolci Szakképzési Centrum iskoláiban 1509-es diáknak csengettek be. 10 intézményben csaknem 6000-en tanulnak ebben az évben, ami a technikumi képzés elindulásával meghaladja a tavalyi számokat. Több iskolában nagyszabású fejlesztések kezdődnek el idén. Köztük a Szemere Bertalan Technikum felújítása valósulhat meg, amelyben a centrum legnagyobb létszámú iskolájaként ebben a tanévben 1500 diák tanulhat szakmát. Én felolvasom, amit tudni kell ugye a munka- és tőzvédelmi oktatásról, utána körbeadok egy papírt, és azt mindenki aláírja. Első tanítási nap, azon belül is az első osztályfőnöki óra, ami a balesetvédelmi oktatáson felül az ismerkedésről is szólt. A Szemere Bertalan Technikumban és szakképző iskolában idén 389-es kezdi meg az évet, akik a szépségipartól a rendészetig többféle szakmát tanulnak. Eszter, Dorina és Éva idén is a kollégiumi szállást választották. Ketten kozmetikusnak, egyikük pedig fodrásznak tanul. Mindhárman messze laknak Miskolctól, így nem volt kérdés, hogy idén is a Szemere kollégiumában laknak majd. Zádorfalván élek, egy kis településben. Ide járok a Miskolci Szemere Bertalan szakképzőiskolába. 14. évfolyamba járok, kozmetikus szakra. Hát ettől a tanévtől már csak azt várom, hogy le tudjunk vizsgázni sikeresen. Egy másik szobában ma még a festés utolsó simításait végezték. Egy csőtörés miatt ugyanis augusztusban az épület több szintje elázott. 10 nap alatt 10 000 négyzetmétert kellett kifesteni, amelynek nagy részét a diákok érkezéséig be tudták fejezni. A több mint 400 férőhelyes kollégiumba tegnap este 330 diák költözött be. Az iskolában pedig összesen csaknem 1500-an kezdik meg a tanévet. Szeretnénk, hogyha ez egy idézőjelben normális, stabil tanév lenne ismét. Ugye az előző kettő sajnos a járványhelyzet miatt az nem volt úgy teljesíthető, ahogy számítottunk rá, vagy bárki más is számított rá. Úgyhogy mi is szeretnénk egy nyugodt, stabil tanévet letudni és minőségi fejlesztést végrehajtani az oktatás terén. Fejlesztés azonban nem csak az oktatás terén várható. A Szemere iskola épületének felújítása még idén elkezdődhet. Elindult a 21. századi szakképzőiskola fejlesztési programunk, amiben 4 iskola 6,5 milliárd forint támogatással fog megújulni. Ezek közül az egyik éppen ez az iskola, ahol itt állunk, hiszen itt is már 40-50 éves panelépületekről van szó, amelyekre ráfér egy nagyon komoly megújulás, korszerűsödés, amiről be tudok számolni, hogy a tervezési folyamat lezárult, elindul a közbeszerzés, és hamarosan a kivitelezés és a felújítási munkálatok is megkezdődnek. A beruházás várhatóan másfél évig tart majd. Az iskolafejlesztési program részeként felújítják még az Andrássy és a Szent Páli iskolákat is, de a legnagyobb beruházás a Kandó Kálmán informatikai technikumban valósul meg. Az épületet kinőtte az intézmény, ahová már tavaly 5-6-szoros volt a túljelentkezés. A technikumi képzés népszerűségét mutatja, hogy 26%-kal többen jelentkeztek, így idén csaknem 1000-en kezdik meg tanulmányaikat Miskolc valamely technikumában.